Értéktárgy sorozatunkban ma a templomunk üvegablakait nézzük meg. Az ablakok nagyméretűek, félkérű íves záródásúak, egyszerű módon üvegezettek általában. Funkciójuknak megfelelően nappal teljesen megvilágítják a templomot. A szentély északi és déli falán van két színes üvegablakunk, ezek értékesebbek. Fényel töltik meg a szentély belsejét, a rájuk süt a nap, különösen szépen ragyognak. A színek kiemelik ezeket az ablakokat hangsúlyossá teszik ábrázolásaikat. Középképeik a hit igazságait tárják elénk. A déli falon lévő ablakon az oltári szentség jelképei tűnnek elő. A tíz parancsolat tábláján ragyogó háttér előtt a kenyeret szimbolizáló búzakalász és a bor szőlőveszélyek között egy kejhet látunk. Fölötte egy szentostja. A rajta lévő fölirat IHS Jézus hominum salvator Jézus az emberek megváltója. A mennyei szféra jelenlétét a kép alatt előtűnő angyalok hangsúlyozzák. A másik oldal képe a jelenések könyvének látomását mutatja. A föltámadt Krisztust jelképező Isten báránya, Agnus Dei, hétpecsétes könyvön pihen. Ennek pecsétjeit csak a bárány, azaz Krisztus méltó föltörni. A bárány feje körül dicsfény, mellette a föltámadt Krisztus, a győzelmes egyház keresztes zászlója. A könyv alatt lévő négy élőlény, az úr trónjának őrzői, az örömhírnek, az evangéliumoknak a szerzői. Az angyal Szent Mátét, Krisztus emberré válását, az oroszlán Szent Márkot, a föltámadást, az ökör Szent Lukácsot, Krisztus áldozatát, a sas Szent Jánost, a mennybe menetelt szimbolizálja. Az üvegablakok alján az ablakok készítőinek felirata olvasható. Az elsőn, Isten dicsőségére, felejthetetlen szüleim emlékére, északi oldal, a másikon emelte hálás szívvel Grivinei Lovonics, Lonovics Gyula déli oldal.